Oké, és akkor még egy képernyő megosztást is megejtünk. Jó, látszik-e most a képernyő? Igen. Nagyszerű. Igen, igen. Na hát akkor szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy ilyen szép számban összegyűltünk. A mai alkalom során igyekszem egy, reményem szerint 45 percben összesűrítve bemutatni az asztrofizikai kutatócsoportnak egész pontosan, leginkább a 2020. december 1-én indult fiatal kutatói Otka pályázathoz kötődő kutatási tevékenységeket. Rögtön egy ilyen kis organogrammal magyaráznám is azt, hogy megmutatnám, hogy körülbelül hogyan is épül föl most a szegedi asztrofizikai kötődésű kutatócsoport. Ugye, hogy itt ez a legnagyobb világos kékkel jelölt téglalap halmaz jelzi a 2016-ban nagyon nagy örömünkre elnyert Vinko Józsi vezetésével elnyert GINOP tranziens asztrofizikai objektumok pályázat. Az utóbbi években egy nagyon komoly anyagi és szakmai keretet tudott biztosítani a nálunk folyó kutatásoknak, és amikor azt mondom, hogy nálunk, akkor valójában egy több helyszínről is beszélünk. Egyrészt maga a pályázat konzorciálisan a Budapesti Csillagászt és Földtudományi Központ és a Szegedi Tudományi Egyetemmel közösen lett beadva, másrészt így az STS oldal is két lábból áll, ugye itt a Szegedi a Fizikai Intézetben, fizikailag is fizikai intézetben dolgozókból, illetve az STS tartozó Bajai Obszervatóriumban dolgozó kollégáinkból. És a tavalyi év folyamán hát két sikeres Otka pályázatot is, két Otka pályázatot is benyújtottunk, ami szintén nagy örömünkre mind a kettő sikerrel vette az akadályokat. Ebből egy posztdok pályázat, Nagy Andrinak az önálló posztdok pályázata az egyik, a másik pedig a mostani előadás alapját is képező fiatalkutatói pályázat. Ennek a keretében a posztdoktorként Barna Barnabást alkalmazzuk. Ezen túlmenően már említett Nagy Andrea is a saját pályázata mellett a miénkben is, amennyire van erre lehetőség, részt vesz. Emellett nagy szakmai tapasztalatokkal bíró szenior kollégák is részt vesznek ebben a munkában, Székely Péter, illetve a Bajai oldalról Hegedűs Tibor és Bíró Imre Barna, és a nagy örömünkre több fiatal is PhD hallgatók, illetve BSC-MSC hallgatók is csatlakoztak már ez a csoporthoz. Maga egyébként a szegedi asztrofizikai kutatásokat nyilván azért ennél is kiterjedtebbek, illetve az STS kötődő kutatások, elég csak Borkovics Tamás kollégánkat említeni, akinek ugyan teljesen direkt kapcsolata ezekkel az említett szupernova irányultság pályázatokkal nincsen, viszont önállóan is nagyon erős kutatási és pályázati tevékenységet folytat, ami részben az ezekhez a projektekhez kapcsolódó embereket is közvetve vagy közvetlenül is érintik. Jó, tehát ennyi kis szervezeti bemutatás után akkor kanyarodjunk is rá a tavaly decemberben indult pályázatunknak és ehhez kapcsolódó kutatásoknak a taglalására. Alapvetően eredetileg négy fő projektet, programot jelöltünk meg ebben a pályázatban. Ezeken fogunk most nagyrészt végighaladni. Ebből az utolsó kettőt, a szupernovák és a csillagkörüli anyag, illetve a nagytömegű csillagok robbanás előtti tömegvesztési folyamatai kérdést, azt együtt fogom nagyjából tárgyalni. Nagy erőssége, azt mondhatom, vagy azt gondolhatom talán a pályázatunknak, illetve általában véve is a kutatási tevékenységnek, hogy nagyon-nagyon jól, szorosan együtt tudunk működni számos hazai és külföldi kutatóval, kutatócsoporttal. Itt konkrétan az Otka pályázathoz hivatalos együttműködési szándéknyilatkozatot is adó kutatók és kutatócsoportok vannak felsorolva. Külön a Csillagászt és Földtudományi Kutatóközpontot, mint intézményt nem is emeltem ki, hiszen az a pályázatnak amúgy is egy szerves része, de ezen kívül az amerikai Space Telescope Science Institute egyik vezető kutatójától, két ERC kutatócsoporttól, az egyik Budapesten, a másik pedig Prágában működik, valamint az egyik legnagyobb
mondjuk elmondhatjuk, hogy a legnagyobb nemzetközi szupernova észlelő hálózat, egy amerikai székhelyű hálózatnak, illetve egy szinte hasonló volumenű európai nemzetközi szupernova, európai központú szupernova észlelő hálózatnak a vezetőjétől is van együttműködési nyilatkozatunk, illetve ezeknek a hálózatoknak csoportunk tagja is, hivatalos nevesített tagja. Na tehát, hogyha a szupernovák, azért nyilván mindenki már, akár a Józsi, akár én, Andi, Barna, vagy más előadásában már sokszor hallhatott ezekről, egy nagyon gyors áttekintés arról, hogy miért is olyan jelentős az asztrofizikának, modern asztrofizikának az a szelete, ami ezekkel a csillagrobbanásokkal, illetve ezeknek az előzményeivel és az utóhatásaival foglalkozik. Ugye ezek is egyszerűsítettem, nagyon népszerű és didaktikus ábra azt mutatja, hogy a vízszintes tengeren, ahogy telik az idő, tehát a különböző csillagok fejlődését látjuk, mégpedig a függőleges tengeren a születéskori tömeg szerint elosztva, alulról fölfele a kisebbtől a nagyobb tömegekig haladva. Azt láthatjuk, hogy alapvetően a napunkhoz hasonló, illetve kicsit kisebb és kicsit nagyobb tömegű csillagok, úgymond kicsit esemény szegényebben élik az életüket, és a fejlődésük végén a inaktív csillagmagjuk egy fehér törpe csillag formában marad hátra. Ellenben a nagyobb tömegű csillagok azok elég intenzív életet élnek már a normál életszakaszukban is, és hát ezeknek a csillagoknak a működését jelen tudomásom szerint nagy energiájú robbanások zárják le, ami a saját magjuknak a gravitációs összeomlása miatt következik be, ahogy a fúziós folyamatok leállnak. A jelen ismereteink szerint tehát ez az egyik csatornája az úgynevezett szupernova robbanásoknak, tehát ez a nagy tömegű napunknál legalább 8-10-szer, de akár ennél még sokszorosan nagyobb kezdeti tömeggel létrejövő csillagoknak a robbanásai, amik elég különböző módokon mehetnek végbe. Elsősorban úgy tudjuk attól függően, hogy a robbanás előtti tömegvesztési folyamatok mennyire voltak intenzívek, tehát mennyire maradt meg a külső hidrogénréteg, vagy esetleg teljesen elveszett már a robbanás előtt, illetve hát még számos egyéb tényező is befolyásolhatja ezt, például, hogy a rendszer magányos, vagy egy kettős vagy többes csillagrendszer tagja, illetve az eredeti kémiai összetételnek is fontos szerepe lehet. Van viszont egy másik nagy csoportja jelen tudásunk szerint a szupernova robbanásoknak, ami a már szintén emlegetett kis tömegű csillagok végállapotaiból, fehér törpe csillagokból jönnek létre. Ezek azonban úgy tudjuk csak akkor következhetnek be, hogyha ezek a csillagok kettős vagy akár többes rendszerek tagjai. Az, hogy ez pontosan milyen módon megy végbe, hogy egy elfajult állapotú fehér törpe csillag egy normál csillagtól anyagot kapva lépi át az instabilitási határt, tömeghatárt, és úgy következik be egy termonukleáris robbanás, vagy pedig esetleg két ilyen elfajult állapotú objektum található egy rendszerben, és ezek végül összeolvadva váltanak ki robbanást. Ez egy évtizedek óta tartó vita és diszkuszió tárgya. Számos bizonyíték, vagy bizonyítéknak tűnő eredmény létezik, de igazából még egyik mellett, hogy ellen sem sikerült egyértelműen letenni a garast. Az se kizárt, hogy ezek párhuzamosan egymás mellett létező események. És hát az utóhatásokról, hogy miért is fontosak általános asztrofizikai szempontból a szupernovák. Hát egyrészt egyáltalán az univerzumban lévő nukleoszintézis, tehát a kémiai elemeknek a keletkezése során, vagy kémiai elemek keletkezése terén megkerülhetetlen a szupernovák tárgyalása. Itt ezen a felső ábrán minden, ami nem kék és zöld színnel van jelölve, illetve inkább úgy mondom, hogy ami sárga, szürke és lila színnel van jelölve, azok közvetetten vagy közvetlenül szupernova robbanások eredményei. Hát látszik, hogy azért túlnyomó többségét a ma ismert kémiai elemeknek ez bizony érinti, és hát direkt kutatási eredmény létezik arra is. Együttműködő partnerünk Maria Lugaro és csapata eredményeként, hogy a naprendszerünk saját születés történetében is nagyon fontos szerepet játszott egy kb. 100 millió évvel nap keletkezése előtt felrobbant szupernóva, abban tehát, hogy a kémiai elemdúsulás már a hidrogén felhőben a naprendszer születése előtt milyen módon mehetett végbe. Aztán szintén rendkívül fontos dolog a kozmikus távolságmérés, amiben
minden típusú szupernóvának nagyon fontos szerepe van, kiemelten a kozmológia szempontjából és a világegyetem tágulásának a jellege és annak megismerése szempontjából. Ezek a kis tömegű csillagokból előálló termonukleáris szupernóvák, vagy egy a szupernóvák számítanak kiemelten fontosnak. Az ezekhez kapcsolódó és az univerzum gyorsuló tágulását kimutató eredményeket 2011-ben fizikai Nobel-díjjal is jutalmazták, akár csak a kicsit ennél talán közvetettebb eredményeket, amik nem is magukhoz a szupernova robbanásokhoz, hanem azoknak végállapotaiként előálló neutron csillagokhoz és fekete lyukakhoz kötődnek. Ezek, hogyha kettős rendszerben találhatók, akkor itt tűnik, hogy a gravitációs hullámoknak az elsődleges forrásai, ezekhez, illetve a fekete lyukakhoz kapcsolódó kis kutatáskért pedig az utóbbi 4 évben 2 fizikai Nobel-díjat is ítéltek. De a mi csoportunk igazából a leginkább maguknak a robbanásoknak a végbe menetelével, azoknak a fizikai körülményeivel foglalkozik. Tehát számunkra elsődlegesen az érdekes, hogy konkrétan, amikor bekövetkezik egy szupernova robbanás, és meg tudjuk figyelni innen a Földről, vagy a világűrben keringő eszközökkel, akkor ezekről milyen információkat tudunk kideríteni. Természetesen ezek segítségével vissza lehet következtetni egyrészt az előtörténetre, tehát hogy milyen típusú csillag vagy csillagok robbanását láttuk, illetve hát természetesen az utóhatásokra is tudunk előrejelzéseket vagy becsléseket tenni. A legfontosabb és elsődleges eszköz, amikor szupernova robbanást találunk, az, hogy legyen egy színképi, egy spektroszkópiai megerősítés. A legegyértelműbb azonosítása és osztályozási rendszere a szupernova robbanásoknak egyértelműen színképeken alapul. Viszont azt követően még azért nagyon sok minden történet és nagyon sok minden hátra van. Egyrészt az, hogy konkrétan a besorolás, a klasszifikáció végül milyen lesz, az a kezdeti spektrumok után még nagy mértékben függhet, vagy nagy mértékben összekapcsolódik az, hogy milyen lesz a csillagokról észlelt fluxusnak az időbeli változása, az úgynevezett fénygörbék, hogy látjuk azért itt, hát a csillagászti mértékegységek terén kevésbé járatosak, terén mondom, itt ezek a magnitúdó mértékegységek, ez a kisugározott fényteljesítménynek a logaritmusával arányosak, tehát itt az, hogy milyen nagyságrendi különbségekről beszélünk, az közelítheti akár több százszoros vagy több ezerszeres luminozitását a fluxus különbségeket is. Tehát meglehetősen nagy energiatartományon vagy széles energiatartományon mozoghatnak ezek a szupernova robbanások, és hát ezeknek a lefolyása, hogy ez mennyi ideig és milyen módon fejlődik, az is rendkívül különböző lehet. És hát magukból a színképekből is rengeteg információt tudunk kihámozni a kémiai összetétel mellett, a lejátszódó fizikai, dinamikai folyamatokat, sebesség és energiaviszonyokat, hőmérsékleti viszonyokat egészen addig bezárulok, hogy a mágneses tér erősségre vagy bármilyen egyéb specialitásra is következtetéseket tudunk levonni. Na hát akkor így adódik a feladat, keressünk szupernóvákat. Ugye ez olyasmi, mint a klasszikus ilyen képregényben megjelenő logikai feladvány, hogy van 2 egymáshoz nagyon hasonló kép, találjuk meg az apró különbséget. Sajnos miután kb. 400 éve élőben nem igazán sikerült megfigyelni saját galaxisunkban felrobbanó, mindenki számára egyből nyilvánvalóan látszó szupernóvát, ezért marad az, hogy a távoli extragalaxisokban ilyen apró kis fénypöttyöket keressünk, ami hát néha szemmel is megoldható, amatőr csillagászok is rendszerint fedeznek fel szupernóvákat, de azért manapság ez már leginkább automatizált és rendkívül hatékonyan működő égbolt felmérések keretében zajlik. Itt a néhány jelenlegi, illetve tervezés alatt álló égbolt felmérés látom, azért látjuk. Jobb oldalon van a jelenleg a szupernova kutatásban, az északi égbolton, az északi féltekén lévő szupernova kutatásban a legdominánsabbnak számító kaliforniai ZTF projekt, Zwicky Transient Facility nevű projekt, egy óriási látómezejű tárcsolja kamerával dolgoznak, és hát az ő legutóbbi közzétett eredményeik alapján az elmúlt, vagy hát pontosabban a tavaly ősszel lezárult első fázisban bő 2,5 év alatt több mint 5000 szupernóvát azonosítottak. Azt gondolom tehát, hogy hát látszik ebből is, hogy objektum, amit vizsgálhatunk, az van bőségesen. Kérdés az, hogy
milyen módszereken, milyen eszközökkel tudjuk ezeket a vizsgálatokat elvégezni. Ehhez egyrészt már hosszú évek óta rendelkezésre áll a korábban MTA, most CFK, Piszkéstetői Obszervatórium, ezen a gyönyörű fotó jól látszik a Mátrának ez a csúcsa, ahol szép kis kupolák bukkannak ki a fák közül, és ezekben a kupolákban laknak Magyarország legnagyobb és legmodernebb tápcsövei. Köztük nagy örömünkre itt a jobb alsó sarokban látható 80 cm átmérő tápcső, amit két évvel ezelőtt a már emlegetett GINO projekt keretében sikerült beüzemelni, és hát ennek az elsődleges célja az, hogy tranziens objektumokat, átmeneti objektumokat, közöttük szupernova robbanásokat figyeljen meg és fotózzon. Itt egy ilyen tavaly májusi példa látható, egy nagyon szépen kölcsönható galaxis párban föltűnt szupernóváról. És hát ami most is szegedi, bajai szemmel nézve igazán öröm, hogy egy ezzel azonos távcső lett pontosan egy évvel ezelőtt szintén beszerelve, beemelve szó szerint a bajai obszervatórium kupolaterébe, és hát rendkívül friss eredménnyel számolhatok is be eredményekről a bajai kollégák, illetve Minkó Józsi és Székely Péter megfeszített munkának köszönhetően. Néhány nappal ezelőtt sor került az első tudományos megfigyelésre, amit ezzel a műszerrel végezhettek a kollégák. Ez egy változó csillagnak a fénygörbéje. De itt, ami azért az elmúlt hónapokban a vírushelyzet mellett egy komoly akadályokat állította a starthoz, vagy a tudományos üzemmód elindulásához, hát az részben műszaki, részben pedig közbeszerzési problémáknak a lekezelése volt. Einstein most úgy tűnik, hogy tényleg a napokban véglegesen tudományos üzemmódba kapcsolhatjuk a műszert, csatlakozva a piszkéstetői vizsgálatokhoz. Ezekkel az eszközökkel, úgynevezett standard fotometriai szűrőkön keresztül, itt kétféle ilyen sorozatot látunk, most a felső az, amit érdemes figyelni, tehát egy a világ más obszervatóriumaiban is, na, milyen nehéz szó, más csillagvizsgálóiban is használt szűrősorozatokról van szó. Így tehát a mi méréseink is könnyen összehasonlíthatók, illetve jól kifejlesztett módon kalibrálhatók is, és ezáltal összehasonlíthatók más obszervatóriumok adatsoraival. Ezek a kombinált fotometriai adatsorok kiegészítve a nemzetközi kapcsolatrendszerünknek, az említett észlelőhálózatoknak, illetve egyéb együttműködéseinek köszönhetően jó minőségi, általában nagy földi távcsövekkel fölvett színképekkel egészülnek ki. Itt egy nem olyan régi, két évvel ezelőtti nagy publikációnk, ilyen FET képe látható, egy közeli galaxisban fölbukkant szupernováról látszik, hogy nagyon hosszú ez a szerző lista, hiszen nagyon sok magyarországi, illetve amerikai észlelő is található rajta. Nyilván azokon túl, akik az analízisben is komolyabb szerepet vállaltak. És hát például ennél a szupernovánál sikerült eredményként kimutatni, hogy ez egy ugyan alapvetően egy gyakori típusban, egy úgynevezett 2P, vagyis platós fénygörbéi, az első 80-100 napban ilyen körülbelül azonos fényességet mutató fénygörbe szakaszra rendelkező csoportba tartozik, de azért vannak benne érdekességek, specifikumok, például a csillagkörű anyaggal való kölcsönhatásnak, vagy porképződésnek mérsékelt jelei, amit alapvetően nem optikai adatok alapján sikerült kideríteni. Azt is a késői spektrumok segítségével, aminek egy része például a Gemini 8 méteres óriás tápcsővel, illetve a 10 méteres kek és a korai spektrumok között a szintén 10 méteres texasi Hobby Eberli tápcsővel készültek. Ezek segítségével sikerült megállapítani, hogy egy körülbelül 15 nap tömeg kezdeti tömegű csillag robbant fel vörös óriás állapotban. Illetve még nagyon izgalmas eredmény volt még, hogy a galaxisnak a távolságát úgy tűnik, hogy sikerült pontosítani, és a korábbi adatoknál jóval nagyobb távolságra tenni. És hát azon túl, hogy örülünk a nagyon szép mérési adatoknak, és akár fénygörbékről, akár spektrumokról van szó, nyilván minél kiterjedtebb és pontosabb az adatsor, annál több mindent lehet vele csinálni, tehát fizikailag, kvantitatíve mit is lehet
művelni ezekkel. Például az energiaviszonyokra való egyszerűbb modellezési eljárásokat lehet végezni. Most a nagyon a részletekből belemenés nélkül egy-egy ilyen fénygörbéből például megállapítható az, hogy mennyi radioaktív nikkel keletkezett például a romlás során, aminek a bomlását különböző lépéseken keresztül végigkövethetjük az első hónapokban. Ilyen egyszerű modellezésekből lehet aztán robbanási időpontokat becsülni például, illetve egyéb ledobott tömeget, nikkel tömeget és egyéb fizikai paramétereket becsülni. Viszont ezek a modellek még komplikáltabban és hatékonyabban is kezelhetők. Ez a csoportunk elsőben Nagy Andreának a szakterülete, aki az elmúlt években egy nagyon komoly saját kódfejlesztés is végzett ilyen szupernova fénygörbe modellezésre, ami már nem csak ezt a úgymond alapvető radioaktív bomlási energiatermelést, hanem például a környezetben lévő hidrogénatok rekombinációját, valamint gamma foton és pozitron energiahatást is figyelembe vesz a modellekben. Ez egy nagyon-nagyon komoly elméleti irány, és a gyakorlati a mérés adatokra is nagyon jól összevethető, úgyhogy ez egy nagyon fontos és még nagyon szépen tovább építhető része a szegedi kutatásoknak. Aztán a másik irány, amikor a színképekkel akarunk kvantitatíven modellezési szempontból kezdeni valamit, itt is először egy egyszerű verziót mutatok, ami egy idézőjelben ilyen puzzle-szerű modellező program eredménye, amikor úgymond különböző elemeknek a vonalkelti hatásait, vagy atomi átmeneteknek vonalkelti hatásait összepasszintjuk, és akkor az eredő modellt összevetjük a megfigyelt spektrumokkal, és hát ebből tudunk kémiai összetételt meghatározni. Ez egy jó módszer egyébként, de ennél is van fejlettebb módszer. Ennek a nálunk a csoportban a Barna Barnabás a szakértője, aki tényleg mondhatjuk, hogy a nagyon közel a tűzhöz, egy ilyen nagyon komplex spektroszkópiai modellező programnak a kifejlesztésénél, illetve a fejlesztési csapattal való szoros együttműködésben is dolgozott és dolgozik. Erről a témáról, illetve az előbb mutatott fénygörbe modellezési témákról úgy beszéltük, hogy ezért a következő hónapokban, egy-két fél évben majd Andrea és Barnabás is igyekszik külön előadást tartani, tehát én itt ezt tényleg csak így felületesen érintem, korán sem azért, mert hogy a jelentőségük lenne nagyon fontos, pont ellenkezőleg. Jó, tehát egy ilyen úgynevezett abundancia tomográfia nevű technikával egy olyan koherens spektroszkópiai modellt lehet kidolgozni, ami időben is fejlődtethető. Ugye az előbb mutatott verzió, ez igazából minden egyes spektrumra, minden egyes időpontra külön-külön működik, és egymás között nincsen idézés összefüggés, tehát mindegyik modellt külön kell kiszámolni. Itt viszont egyetlen összetételt és egyetlen sűrűségprofilt kell meghatározni, aminek aztán az időbeli fejlődését vizsgálva lehet tényleg egy ilyen koherens szupernóva légkör modellt alkalmazni. És hát ez a szegedi vonatkozások, kutatások terén azt mondható, hogy például egy speciális alosztálynak, egy a X-nek nevezett termonukleáris robbanásoknál igen-igen hatékonyan és jól beváltan működik, úgy tűnik. Csak pár szó ezekről a 1AX-nek nevezett robbanásokról. Itt is tehát azt gondoljuk, hogy kis tömegű csillagoknak a végállapotai, tehát fehér törpe csillagok robbannak föl, viszont valószínűleg halványabb és kisebb kidobódási sebességű robbanásokról beszélünk, mint az úgynevezett normál 1A szupernóváknál. Emögött fizikailag az állhat, hogy nem robban fel teljesen ez a fehér törpe csillag, hanem egy része, egy darabkája visszamarad, és ez nyilván kisebb lesz a robbanási energia. És hát ennek a különösen a spektroszkópiai modellezése terén tényleg az mondható, hogy úttörő jellegű szegedi kutatások zajlottak és zajlanak. Itt Barna Barnabásnak az ábráit mutatom, aki ebből a abundancia tomográfiás első cikkéből kölcsönzött nekem ide ábrákat az előadáshoz. Az a tapasztalat, hogy tényleg egy fizikailag sokkal
koherensebb és kémiai szerkezetten és koherensebb képet kaphatunk így a szupernova robbanásokról, ezekről a légkörmodellek segítségével, és hát ezek a elemabundanciák, illetve ezeknek a táguló gázfelhőben lévő, ha a sebességtérben nézzük, akkor ugye a sebességtérben lévő eloszlása nagyon jól összehasonlítható elméleti robbanási modellekkel. Itt arra kell gondolni, hogy például a robbanási lökéshullám az lokális hangsebesség ilyen kisebb vagy nagyobb sebességgel terjed, tehát úgynevezett deflagrációról vagy detonációról beszélünk, esetleg a kettő között valamilyen átmenet is megvalósítható-e, illetve egyáltalán mondjuk a kémiai elemeknek az eloszlása mennyire vethető össze, vagy mennyire feleltethető meg a jelenleg a csillagfejlődési modellekből ismert eredményekkel. Itt látható, hogy az elmúlt 3-4 évben nagyon szépen termelődtek idézőjelben az ezzel kapcsolatos kiemelt fontosságú cikkek, és hát itt egy nagyon komoly további előrelépési lehetőség lenne, amin Barna vezetésével dolgozik is a csoport, hogy mindezt a hagyományos normál egy a szupernovákra is át lehessen ültetni. Érdekes módon úgy tűnik, hogy azoknál nem ennyire egyértelmű a színkép modellezési helyzet, és hát talán ez a módszer egy komoly áttörést jelenthet ezeknek a máig azért sok titokkal övezett termonukleáris robbanásoknak a megértésében. És hát ahogy említettem az elején, ennek például nagyon komoly jelentősége lehet akár a kozmológiai távolságmérések érvényességének a igazolásában is. Jó, és akkor a következő, a második részben pedig ugranék arra a témakörre, ami személy szerint jobban az én területemhez, vagy az én kutatási profilomhoz kötődik. Kis terület, tehát bővebben lesz szó. Alapvetően ugye eddig egy csillag robbanásáról beszéltünk, és hogyha úgymond idézőben a vákuumba robbanna bele egy ilyen csillag, akkor minden eddig említett módszer, az mondanám, hogy tökéletesen elegendő is kellene, hogy legyen, hiszen minden hatást, ami egy ilyen robbanásnál annak előzményeként végbe lehet, ezt megpróbálunk, és megpróbálnak ezek a módszerek figyelembe venni. Van azonban egy másik részben nehezítő tényező, részben nagyon komoly kihívást és motivációt jelentő körülmény, mégpedig az, hogy egy ilyen felrobbanó csillagnak a környezete az meglehetősen komplex lehet. Ennek pedig jelentős részben az oka, hogy a csillagok, főleg a nagyobb tömegű csillagok már a végső robbanás előtt is aktív tömegvesztési fázisokon mennek keresztül. Ugye azt, hogy egy csillag anyagot veszít, azt test közelből is látjuk, hiszen a napunk is folyamatos részecske kiáramlást valósít meg az úgynevezett napszél formájában. Ez azonban a földi élet szempontjából szerencsés módon egy nagyon-nagyon alacsony intenzitású tömegvesztésnek vagy részecske kiáramlásnak számít. Ennél sok nagyságrenddel intenzívebb, viharosabb, akár néha robbanásszerű, ilyen kisebb robbanásszerű folyamatokban végbe menő anyagvesztésekről van szó. És hát ahogy ezek a évszázadok, ezredek, akár évmilliók alatt végbe mennek egy csillag élete folyamán, úgy telítik meg a csillag környezetét gázból és némi porból álló anyaggal. És az, hogy a szupernovának a kezdeti lökéshulláma, illetve tehát az hogyan hat kölcsön ezzel a hol ritkább, hol sűrűbb csillag körüli anyaggal, illetve hogy ennek a kölcsönhatásnak a következtében egyrészt kialakul egy visszafele befelé terjedő lökéshullám, ami aztán a szupernova robbanással ledobott anyaggal hat kölcsön, illetve hogy ezen kölcsönhatások, foton részecske-részecske kölcsönhatások során még milyen sugárzások keletkeznek, ugye általában például a röntgen és rádió tartalmában nagyon megfigyelhető szinkrotron sugárzásról, aztán termikus röntgen sugárzásról, inverse Compton kölcsönhatásról beszélünk, amikor ilyen sugárzásokat kell elképzelni. Hát ez mind-mind önmagában is nagyon izgalmas, és hát külön ez még hozzájön az, hogy ebben a rendkívül komplex környezetben akár például a porszemcsék kondenzációja, vagy korábban ledobott anyagban kikondenzálódott porszemcséknek a felfűtődési és sugárzási folyamatait is megfigyelhetjük. Számomra az utóbbi években ez volt az egyik központi kutatási téma, erről már
szerintem legalább egy vagy két szemináriumon beszéltem is, úgyhogy ezt tényleg csak röviden nézném most át. A legfontosabb szempont tehát az, hogy alapvetően az, hogy az univerzumban rengeteg a por, a szemmel láthatóan is érzékeljük, akár hogy a tejútnak a sávját valaki megtekinti egy sötét égboltú helyről, és hát becslések szerint például a mi tejútrendszerünkben több 10 millió naptömegnyi kikondenzálódott porszemcse van jelen, és más galaxisokban is hasonló, vagy akár még nagyobb lehet ez az arány. Ezeknek egyébként az összetétele úgy tudjuk meglehetősen hasonlít a Föld felszínén is megtalálható ilyen porszemcsékére, és ez a méretükre is igaz. Az, hogy viszont, hogy hogyan keletkeznek eredetileg, az egy nagyon érdekes kérdés. Itt a tejútrendszerben alapvetően az a elsődlegesnek gondolt folyamat, hogy kis tömegű, de nagy méretűre felfújódó vörös óriás csillagok légkörében, illetve azokból történő anyagkiáramlási folyamatok során fekszémből álló por keletkezhet. Ez úgy tűnik, hogy a mi tejútrendszerünkben akár még elegendő is lehet a megfigyelt pormennyiség magyarázatára, viszont vannak olyan jóval fiatalabb állapotban megfigyelhető galaxisok, ahol egész egyszerűen a csillagfejlődési időtartamok nem stimmelnek, tehát egy-egy ilyen vörös óriás csillag kialakulásához egy kis tömegű csillagból több milliárd évre van szükség. Értelemszerűen egy néhány százmillió éves állapotában megfigyelhető galaxisban nem volt ennyi idő, tehát ott más porforrásokra lehet szükség, vagy van szükség, és ott merültek fel először opcióként a nagy tömegű csillagból bekövetkező szupernova robbanások, amikre aztán itt a szűkebb kozmikus környezetünkben is egyre több megfigyelési bizonyíték gyűlt össze. Viszont az, hogy egy ilyen szupernova robbanásban ténylegesen hol és hogyan alakulnak ki porszemcsék, egyáltalán robbanás utáni porszemcse kondenzációról van szó, az végbe mellett például itt a legbelső régióban, még a visszafele haladó lökés hullám által nem érintett csillagról ledobott anyagban, vagy esetleg ebben a ilyen hússínű héjban, ami egy ilyen úgynevezett kontaktdiszkontinuitás, tehát egy két nagyon eltérő sűrűségű állapotú régió közötti átmeneti zóna. Ebben is feltételezünk lehetséges porszemcse kondenzációs körülményeket, ugye ennek hőmérsékleti, sűrűségbeli vonatkozása is vannak, és hát ahogy korábban már említettem, akár a hosszú évezredekkel vagy év milliókkal a csillagrobbanás előtt ledobódó anyagban is végbe mehet aztán porszemcse kondenzáció, amit később a felrobbanó szupernóva energiája, vagy a közben lezajlódó kölcsönhatási folyamatokból származó fotonok tudnak például fölfűteni. Tehát az, hogy ezeket hogy lehet megállapítani, ez egy nagyon érdekes kérdés, és hát ehhez elsősorban nagyon jó minőségű infravörös adatokra lenne szükség. Ez ügyben, ugye erről már szintén többször beszéltem, én is részt vettem az utóbbi évek ilyen irányú erőfeszítéseiben, ami a NASA Spitzer űrtárcsőjével zajlott, és különböző szupernóváknak a többféle hullámhosszon felvett méréseiből előállított spektrális energiáloszlásainak a modellezésével lehetett valamennyire közelebb jutni ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához. Az igazi az lenne, vagy az lett volna, hogyha nagyon sok spektroszkópiai információs rendelkezésre állna. Ez azonban nagyon kevés objektum esetén valósult meg eddig. Hát ugye mindenki a Spitzernek az infravörös spektrográfával akart mérni, nem csak a szupernova kutatók. Illetve hát a másik dolog, hogy azért a Spitzernek a méretéhez és a detektor érzékenységhez képest ezek tényleg nagyon távol, nagyon halványnak látszó események voltak, ezért ez egyelőre még gyerekcipőben jár. Amit tehát lehetett tenni, az volt, hogy infravörös fotometriai felmérést, illetve abból valamilyen időbeli fejlődést, kirajzolását megkísérelni. Ez ügyben egy nagyon jó, sok szempontból nagyon jól sikerült kutatási program volt a 2016 és 2019 között zajló felmérés, amit én vezettem. Ennek a végeredményes nagyon impozásnak tekintető egy D1-es folyóiratban a Astrophysical Journal Supplement Series-be jelent meg két évvel ezelőtt az összefoglaló írás, és hát igazából
maguk az eredmények azok szerintem, amik tényleg fölkelthették és fölkeltették a szakma figyelmét, hiszen a mindaddig, tehát ezelőtt a tanulmány előtt összesen infravörös szempontból, középinfravörös adatok alapján vizsgált szupernovák számát megötszörözte ez a vizsgálat, a pozitív detektálások számát pedig kétszeres faktorral megnövelni. Ez úgy történhetett meg, hogy én a vizsgát során nem csak a kimondottan szupernova irányultságú adatokat néztem át, hanem számos olyan felvételt is, ami galaxisokról készült, és azok mindig véletlenszerű szupernova felbukkanásokat kerestem, és hát elég jó arányban sikerült is ilyeneket találni. Itt egy olyan ábrát látunk, ahol robbanási típusokra lebontva látunk időbeli fejlődést középinfravörösben megfigyelhető fluxusok terén. Itt jól látszik, hogy azért elég jól elkülönülnek egymástól a különböző színnel jelölt típusok, ami viszont egy közös konklúzió, vagy közös eredményre vezetett, hogy úgy tűnik, hogy minden olyan szupernóva, ami a robbanást követő hónapokban, években a környező anyaggal kölcsönhatást mutat, és ezt valami más hullámhoz tartományban, például optikai, röntgen vagy rádió tartományban sikerült kimutatni, az a középinfravörös tartományban is fényes, ami azt jelentheti, hogy ezeknél a robbanásoknál direkt kapcsolat van a por és a korábban ledobott és kölcsönhatásba került anyag között. Magyarul az eredeti ábrához visszamenve, itt ez a külső vastag porhéjban lévő robbanás előtt való porszemcse keletkezés elmélete valószínűsített. Vannak ugyanakkor olyan esetek is, ahol nem erről van szó, hanem új por képződéséről. Itt csak egy rész ábrát mutatok még, amikor a már többször emlegetett termonukleáris, vagyis kis tömegű csillagokból, kettős csillagból végigmenő robbanásokat nézzük meg. Itt az a nagyon érdekes konklúzió, arra jutottunk, hogy több száz, 5-600 eseményt átnézve két egymástól nagyon jól elkülöníthető csoportra lett osztható ezeknek a szupernováknak a infravörös fejlődése, és a túlnyomó többség az ebben a szépen időben gyorsan, relatíve gyorsan lecsengő, tehát különösebb ilyen infravörös aktivitást nem mutató csoportba tartozik. Vannak viszont extrém módon fényes és hosszú ideig aktív események, és hát itt a kettő között meg egy nagy üresség, néhány átmenetinek tűnő vagy tekinthető objektummal, de alapvetően egy ilyen nagy sivataggal, és hát megint energetikai viszonyokra lefordítva itt a fényteljesítmények, tehát a luminozitások között egy ilyen körülbelül ezerszeres, vagy akár több ezerszeres faktor van. Tehát, hogy miért van az, hogy két ilyen nagyon elkülönülő csoport van, és miért nincs közte szinte semmi. Azt feltételezzük, hogy itt olyan speciális körülmények lehetnek, amik miatt például egy társcsillagról mégiscsak dobódott le a robbanás előtt olyan mennyiségű anyag, amivel aztán ez a robbanás lökés-hullámfront kapcsolatba vagy kölcsönhatásba léphetett, de azért ez ügyben még akad vizsgálni való. Aztán mindenfajta fázisdiagramokat is készítettünk idézőjelben, tehát különböző paraméterek, hőmérséklet, fényteljesítmény, portömegek, különböző típusokra való elosztás terén, tehát egy, tényleg azt gondolom, hogy egy nagyon áttekintő munkát próbáltunk lerakni az asztalra. És hát ez több szempontból meghozta aztán a folytatásnak, a gyümölcsöző folytatásnak a lehetőségét, hogy ezt elég jól végig lehetett idézőjelben turnézni ezzel a témával, illetve ennek a különböző állapotaiban lévő eredményekkel az elmúlt éveknek a legnagyobb szupernovás konferenciáit. Tényleg nem szándékos, vagy hát részemről semmiképp nem szándékos kiválogatás volt ez a konferenciák, hanem az egzotikus helyszínekre való utalással, hanem egyszerűen ezekre a helyszínekre szervezték ezeket, és hát az volt mindig is az a tapasztalatunk, hogy asztrofizikai szupernovás konferenciák terén mindig a legjobbakra érdemes menni, tehát ahol a szakma krémje van idézőjelbe, ott érdemes megmutatni, hogy mi mit tudunk és mit csináltunk. Itt van egy ilyen kis vicces Twitter fotó, az amerikai barátom, kollégám Uri Fox fotózott le engem és egy másik amerikai kollégánkat Stockholm-i konferencián, amit persze
rögtön posztolt is a Twitter, hogy mindig legyünk óvatosak, hogyha a külföldi kollaborátorunk a hátunk mögé lopózik a telefonjával. És hát miben is hozta meg ez a projekt, illetve ezek a konferencia szereplések a gyümölcsöző utána levő időszakot? Hát még egyrészt egy korábbi, főleg a Vinkó Józsi részvételével innen közülünk, de részben az én szereplésemmel is, illetve amerikai, főleg texasi kollégáknak a részvételével zajló 2014-től folyó projektben részt vállalva, sikerült tényleg közvetlenül nagy távcsöves és űrtávcsöves pályázatokon is indulni, és azokon sikeresen szerepelni. Itt egy röntgen űrtávcső, a Chandra nevű röntgen űrtávcső nyertünk időt, és az azon született eredmények aztán publikációba is bekerültek. Nekem pedig ez nagyon jó tapasztalatot adott arra, hogy saját vezetési pályázatokat is adjak be, akkor nagyrészt a Spitzer infravörös űrtávcsőre. Három ilyen pályázat is volt, amit én vezettem. Igaz, egyik se nyert, de magában a távcső pályázat írásban tényleg a nemzetközi elittel való megmérkőzésben nagyon komoly tapasztalatokat adott. És hát ez az előbb említett Supernova Spitzer program aztán olyan együttműködések kialakításához vezetett, itt ebben velem dolgozó, velem együtt dolgozó amerikai kollégánknak, elsősorban a Baltimore-i űrteleszkóp intézetben dolgozó Ori Foxnak a révén egyre több és több amerikai konzorciumba kaptam meghívást és kerültem be, és ezekkel a konzorciumokkal több élvonalbeli eszközre és aztán sikeresen pályáztunk távcsődőre az elmúlt 2 évben, infravörös tartalmi a Spitzerre, ultraibolya spektroszkópra, tehát a Hubble űrtávcsőre, illetve földfelszíni közeli infra spektroszkópja terén pedig a 8 méteres Gemini távcsőre. Ez még egész friss, ez néhány héttel ezelőtt derült ki ez a pozitív eredmény, és még itt a mérések hátra is vannak. És hát mindezeknek a kicsúcsosodása számomra mindenképp, de hát azt gondolom, hogy a világ jelenlegi csillagász társadalmának is a tavalyi október-november folyama az egy ilyen valódi flow élmény volt, annak minden előnyével és hátrányával, amikor is a már nagyon-nagyon régóta tervezgetett, és hát még egyelőre mindig indítás előtti állapotában lévő James Webb űrtávcsőre kellett beadni az első tudományos fázisnak a pályázatait. Ugye ez egy 6,5 méteres átmérő távcső lesz, az eddig legnagyobb távcső, amit valaha világűrbe került. Főleg infravörös tartományban lesz érzékeny, jól látszik a különböző eszközeinek a hullámhoz szerinti elosztása, tehát a kb. 600 nanométert egészen 30 mikrométerig lesz érzékeny több fotometriai és spektroszkópai eszközzel. És hát mondhatjuk, hogy ez tényleg az utóbbi 20 évnek, vagy akár mondhatjuk, hogy az eddigi tudománytörténetnek a legnagyobb jelvű csillagászati beruházás, ugye 10 milliárd dollárnál tart a költségvetés, hát ennek azért nem minden fillérje, vagy nem minden centje ment a tudományra. És hát többször már évek óta halasztva is volt a felbocsátás, de most, ha tényleg semmi nem jön közbe, akkor néhány hónap múlva elindul ez a program, és hát mondhatom, hogy aki élt és mozgott a csillagászati vonalon, az valamilyen szinten ennek a pályázati fázisában tavaly október-novemberben részt vett. És hát erről még azért, mivel nincsen kihirdetve az eredmények, erre majd márciusba kerül sor, mindent azért nem teltek közzé, annyit azért hát talán büszkeséggel mondhatok el, hogy 6 különböző pályázatba kaptam én személyesen meghívást, ahol részt vehettem, egyben vezetőként is, társvezetőként, a többiben résztvevő, és hát ide tényleg nem, remélem senki nem nagy képviselőnek veszít, csak egyáltalán a helyzet érzékeltetése szempontjából, hogy azért nem automatikusan kerül be valaki mondjuk Közép-Európából ezekbe a projektekbe, tehát itt az adott pályázatban az összes résztvevő, per az összes európai résztvevő száma látszik, ugye van, ahol egy ez a szám, és itt például ebben a részben általam vezetett pályázatban a rajtunk kívül lévő 6 másik ember olyan azért nem túl rosszul csengő nevű helyekről jött, mint a Berkeley, a Caltech,
vagy az Arizona Egyetem, tehát tényleg ez egy nagyon-nagyon, számomra ez egy hatalmas élmény volt ilyen társaságban, ilyen emberekkel együttműködni, és hát bízunk benne, hogy talán ebből a négyszeres túljelentkezésből azért valamennyi, legalább az egyik pályázat, amilyen közül is nyerni fog, és tehát már egy óriási dolog lesz. És hát ugye itt maga ez a közös munka is nagyon izgalmas volt, ekkor már ugye elég nagy rutinra tett sajnos mindenki szert az online kapcsolattartás, az online munka terén, de itt azt mondhatom, hogy ez nagyon komolyan hasznosult. Egyrészt olyan új varázsszavakat is tanult az ember, amit addig nem. Hát jó, a Zoom, a WebEx, az Overleaf, annak korábban is számomra is ismert volt. Ugye a GitHub az egy olyan felület, ahol nagyon jól lehet megosztani nagyon sok mindent, adatoktól kezdve számítógépes kódokon át bármíg. Ez a Slack volt nekem új, amin nagyon-nagyon sokat dolgoztunk együtt, itt egy vágókép is van róla. Ugye tényleg volt, hogy Kaliforniától itt Közép-Európáig bezárólag élő időben egymással, valós időben együtt dolgozva. Úgyhogy például, már közeledtünk a beadási határidőszát, én akkor többször azért éjjel 1-2-ig dolgoztam az amerikai kollégákkal, és hát tényleg azt gondolom, hogy ez, számomra ez a valós ilyen flow élményt adott, tényleg nem tudok más szót mondani erre. Még ha nem is nyer egy pályázat se, ez akkor is nagyon nagy tapasztalat, és nagyon nagy élmény volt ebben részt venni. És hát mi az, amit várunk is, hogy mit várunk egyáltalán attól, hogy mondjuk a James Webb űrtávcsőre sikerül mondjuk szupernovás észleléseket végezni. Hát itt most a részletek mellőzése nélkül egy ilyen érzékenységi nagyságrendi ugrás látunk, tehát az, hogy mondjuk a észlelhető infravörös fluxusok terén mondjuk egy két nagyságrendi ugrást eredményezhet a eddigi eszközökhöz képest közép-infravörösben a James Webb, ami mondjuk ennél az eddigieknél sokkal kisebb pórtömegek és sokkal alacsonyabb hőmérsékletű pór kimutatását is lehetővé teszi, aminek például szupernova fizika szempontjából az egyik nagyon jelentős kimenete az lenne, hogy a jelenleg még abszolút nyitott kérdésnek tartott porkeletkezési történetet, a hiányzó fejezeteit ki tudjuk tölteni. Ugye, amit egyre biztosan tudunk, az ez, hogy néhány hónappal, néhány évvel a robbásten körülbelül mennyi port látunk a meglévő adatokból. Ugye az egyetlen nagyon közeli és jól észlelhető fiatal szupernóva az 1987 esetében mit látunk a hosszú hullám hosszú adatokból is. Ugye ezeken a 30 mikron túli tartományokban egyszerűen a felbontó képesség romlása miatt nem lesz esélyünk a belátható jövőben extragalaktikus szupernovákat vizsgálni. Viszont ebben az 5 és 30 mikron közötti sávban a James Webb újra lehetőséget biztosíthat erre, és itt a célpontként megadott szupernovákkal tényleg kitölthetnénk ezt az űrt, és megnézhetnénk, hogy az elméletileg jósolt ilyen kvázi lineáris pórtömegnövekedés tényleg igaz-e vagy nem. Ez egy a sok kérdés közül, amire választ várunk. És hát amivel akkor zárom ezt a mai alkalmat, az pedig az, hogy csak felvillantanám, hogy még mi az, ami éppen most menet közben zajlik. Ugye hivatalosan bő 2 hónap, vagy szűk 3 hónap óta zajlik az OTKA pályázat, de természetesen sok-sok folytatólagos téma van, tehát itt azok az eredmények, amiket bemutatok, hogy már az OTKA pályázathoz kötődőek, azért nem azt jelenti, hogy mind december 1-e óta indult el, de azért mindegyiknek van olyan munkafázis, ami most december 1 óta zajlik, és hát ezt talán azt gondolom, hogy akár még impozánsnak is tekinthető, hogy van már elfogadott Q1-es cikkünk Barna vezetésével, 3 beküldött Q1-es cikkünk, és ráadásul abból van egy olyan is, amiben nem támaszkodunk úgymond a külföldi kollaborációs partnerekre se, hanem tisztán idézőjelben a szegedi mag Zsíros Szanna és Nagy Andi együttműködésével adott be egy cikket, és hát vannak még olyan beküldés előtt álló anyagaink is, amit tényleg reményeink szerint már csak néhány hét választ el a beküldéstől. Ezek között van olyan, ezek többsége folyó vagy lezajlott űrtávcsöves programoknak az eredményeinek az összegzése, a korábban említett Spitzeres, illetve Hubble űrtávcsöves, a távoli, egy nagyon izgalmas objektumnak a távoli
ultraiból spektrumának az analízise is ebben a listában van. És hát a végképp az utolsó dia, hogy egyébként mik az egyéb folyamatból lévő kutatási témáink, amiket meg is jelöltünk a pályázatban, illetve a következő pályázatokba is, meg munkákba is szeretnénk beépíteni. Ahogy az elején is említettem, egy nagyon-nagyon fontos a GINOP pályázat által is indukált, és hát mindannyiunk számára nagyon fontos dolog, hogy tényleg ezt a PISZK és BAJA koordinált tranziens észlelő programot beindítsuk, és megbízhatóan üzemeltető és tudományosan gyümölcsözővé tegyük. Most már tényleg azt gondolom, hogy erre minden esély megvan. Emellett úgymond egzotikusabb vizeken is haladunk. Egyrészt többes, ilyen kettős progenitorrendszernek a vizsgálatát, illetve a egyáltalán robbanásérti folyamatoknak a vizsgálatát is űzzük már egy ideje, főleg Nagy Andi vezetése a csillagevolúciós kódok révén, de mások is bekapcsolódtak már ebbe, hát részben én is, illetve Zsíros Szanna PhD hallgatónk is, illetve amiben nagyon bízunk, egy új irány is lehet, hogy a meglévő nagyon komoly, főleg a bajai kollégák részéről, Borkovics Tamás bíróban és Egeris Tibor részéről meglévő kettős csillag szaktudás, illetve annak a dinamikai, égi mechanikai vizsgálatainak a szupernóva robbások összehozása, ez talán olyan, tényleg olyan ütős dolog lehet még, amivel a nemzetközi szintéren is nagyot tudunk gurítani. És ez ügyben is fiatalok is egyre inkább bekapcsolnak ezekben a munkákban, elég csak Mitnyan Tibi nevét említenem, aki a kettős csillagok terén végzett kutatásaiból 10 nap múlva egy remélhetőleg nagyon sikeres doktori védést is be fog mutatni. És hát még egy ilyen témakör, ami már szintén nagyon régóta izgatja a fantáziánkat, hogy olyan lehetne a hidrodinamikai vizsgálatokat úgymond élőben is elvégezni, nem csak úgymond hivatkozni az eredményeik, meg összehasonlítani a saját egyéb módszereinkkel. Erre is vannak már régebb óta, ami Vinko Józsi által is elkezdett módszerek és különböző szoftveres megoldásokkal, és úgy tűnik, hogy ebben is lesznek olyan irányok, amit a jövőben, közeljövőben még erősebbé tudunk tenni. És természetesen minden itt elhangzott témában szeretnénk, és részben már hirdettünk is hallgatói projekteket, tehát akik esetleg hallgatóként hallgatják most ezt, vagy nézik meg utólag, ez egy egyértelmű bátorítás arra, hogy nyugodtan keressenek minket, hogyha valaki ezen témák iránt érdeklődik. És a közeljövőre pedig bízunk benne, hogy akár újabb pályázati sikereket is teremthet majd az itt felsorolt munkáknak a gyümölcse. Köszönöm szépen a figyelmet, és érdeklődve várom az esetleges kérdéseket. Köszönjük szépen, ez egy nagyon jó előadás volt. Úgyhogy akkor reménykedjünk jó kérdésekben is. Még a többiek gondolkodnak, itt a hullámosztartományokat figyeltem nagyon, és azt mondtad, hogy nem a közeli infra, hanem már ilyen 5 és 30 mikron közötti lenne a vizsgálódás tartománya. Így van. Ugye ez abszolút csak világűrből megvalósítható, vagy legalábbis jó minőségben világűrből megvalósítható mérési tartomány. Ez önmagában nem lenne új dolog, tehát korábbi küldetések is, tehát például a spiccerő távcsőt előtte más űreszközök is mértek ebben a tartományban, vagy ennél még sokkal hosszabb hullámhosszú tartományban is. Itt, ami a rendkívül nagy lépés lenne, az ezen a hullámhosszú tartományon a érzékenységben, illetve a térbeli felbontásban való nagyságrendi előrelépés, ami tényleg mondjuk ilyen távoli galaxisokban lejátszódó folyamatokra is azért az eddigieknél sokkal megbízhatóbb vizsgálatokra adna lehetőséget. Másoktól kérdés, ugye lehetne üzenetet is írni, meg lehet szóban is feltenni. Nekem lenne egy kérdésem, a porral kapcsolatban volt egy olyan szlájd, mint hogyha elektromikroszkópos képen lehetett volna ilyen porokat látni. Ez a kérdésem, hogy akkor létezik olyan lába ennek a projektnek, hogy valahogy gyűjtötök ilyen mintát, és ezt valahogy
összehasonlítjátok, vagy vizsgáljátok így kísérletileg, és mert ez elég ritka szokott lenni azért, nem, hogy ilyen csillagászok, ami kézzelfogható dolgot, már bocsánat, és tudnak vizsgálni, ez egy nagyon jó kis kontroll lenne. Abszolút. Hát sajnos első körben azt kell mondanom, hogy ez nem a mi profilunk. Maga ez a, egyébként ez valódi csillagközi porszemcse, tehát ténylegesen ezt egy ilyen naprendszerbeli űrszondás küldetés által visszahozott mintában találták, és utána elektromikroszkóppal elemezték. Ez egy létező irány, ez úgynevezett laboratóriumi asztrofizikának az egyik nagyon fontos iránya. Ez ígyben még egy-két évvel ezelőtt én hívtam is meg ide előadót Keresztúri Ákos személyében, Budapestről, elég jó, nagyon jó szemináriumot tartott, elég jó érdeklődés mellett akkor, aki részben foglalkozik hasonló dolgokkal Magyarországon is, bár a konkrét laboratóriumi viszonyok azért inkább Franciaországban, Németországban vannak meg ehhez. És hát volt is ilyen elképzelés, hogy például az ajtai tibéknek a aeroszol vizsgálatait, ezt hogy lehetne összekötni. Ez erről én továbbra se tettem le, így középhosszú távon. Azt nem állítom, hogy a mi vizsgálataink direktbe ehhez kapcsolódnak, de már például az együttműködőink közül a Budapesten dolgozó Maria Lugaro ERC csoportjának már vannak direkt ilyen kapcsolatai, tehát akár ez is későbbiekben valósággá válhat itt is. Hozzáteszem, hogy ezért tényleg ez egy szinte külön tudományág, ez a meteorit kémia, por kémia, tehát ez itt mondjuk nálunk tényleg mondjuk az aeroszol kutató csoportnak lehet meg ez az igazi szakmai tudása. Emlékszem, mondta azt akkor, hogy akár a interneten is vásárolhat bárki, csak szkeptikusnak kell lenni, hogy mi valódi és honnan származik, de lehetne. Akár, igen. Egyértelműen meg lehetne különböztetni ennek a forrását, mondjuk, hogy mondjuk a naprendszerből van, a napból van, vagy pedig valahonnan másik csillagközi térből? Elvileg igen. Hozzáteszem, ennek a témának azért nem vagyok a szakértője, amennyit én tudok, az az, hogy bizonyos meteoritok esetében az összetétel az elég jól jelzi azt, hogy mondjuk ismert naprendszerbeli égitestek kémiai összetételével mennyire azonos. Például olyan direkt módon lehet kimutatni, hogy egy-egy ilyen ismertebb meteorzápor az melyik korábbi üstökösnek a maradványa, akár létező naprendszerbeli nagyobb égitesteknek, mint a Ceres nevű törpebolygónak is találtak már úgymond idézés származékát, sőt, hát ugye a marsi meteoritokat is ismerünk, amik pedig ezekben a meteoritokban lévő zárványoknak, amik ilyen, ugye abban valamennyi gázhalmaz állapotú anyag van, annak például a 100%-os egyezése a marsi légkörrel, marsi légkörnek a kémiai összetételével az adott mondjuk erre mutatást. Ilyen irányú dolgok is nekem szerint vannak, sőt, hát ugye mutattam is ilyet, hogy például Maria Lugaro vizsgálata irányulnak erre, hogy konkrétan a naprendszer múltját úgy megismerni, hogy például az itt megfigyelhető, mondjuk meteoritokból kimutatható ilyen elemabundanciák milyen korábbi eseményekhez köthetők, hogy mondjuk a naprendszer legősibb állapotából származó meteoritok milyen elemdúsulást mutatnak, ami köthetően mondjuk szupernova robbanáshoz, vagy köthetően más folyamatokhoz. És hát azt, hogy még kort hogy lehet becsülni, azt meg mondjuk izotóp vizsgálatokból, tehát ilyen klasszikus geológiában is használt izotóp vizsgálatokból és felezési időkből becsülnek például. Köszönöm szépen. Nem motoszkál a kérdés, de lehet nagy butaság, hogy a csillagfejlődés alapján lehet azt sejteni, hogy milyen típusú csillagok alakulnak rövid időn belül szupernovává. Uh-huh. Mondtad, hogy ti szomorkodtok, hogy a közelben ilyenre nem került sor, azt nem tudom, hogy baj-e. Vannak arra vonatkozó adatok, hogy mi az a legközelebbi esélyes, ami ilyenni alakulhat, és azokat állandóan figyelik, vagy ez hogyan zajlik? Hát ugye ha most a nagy tömegű csillagokra gondolunk, amikből úgymond szinte 100%-os bizonyossággal mondható, hogy egyszer majd szupernovává válnak, az ügyben az mindenképp egy fontos tényező, hogy ezeknek a számbeli előfordulása jóval alacsonyabb, mint a kis tömegű csillagoké. Tehát, hogy mondjuk a napnak a idézőjeles szűkebb, tehát mondjuk néhány tíz fényéves
sugarú környezetét tekintjük, itt nem nagyon fordulnak elő olyan nagy tömegű csillagok, amiből azt feltételezzük, hogy szupernóva lesz. Ugye, amit gyakran emlegetnek egy tavalyi esemény kapcsán is, egy szabad szemmel is jól látható, és talán sokak által jól ismert csillag, ez a Betelgőz, az Orion csillagképben a, ennek a balfelső válla, ugye egy nagyon híres vörös óriás csillag. Annál például a modellek, vagy ezek a csillagfejlődési vizsgálatok azt mutatják, hogy akár bármikor szupernovává válhat, hát ez az akár bármikor, ez még csillagászati időskálán azt jelenti, hogy vagy holnap, vagy 100 000 év múlva, tehát ez, ezt azért nem lehet ennyire jól belőni egyelőre, vagy ennél pontosabban belőni. Például, ha az szupernovaként felrobbanna, akkor a jelenlegi becslések szerint jó pár napig a teleholdnak a látszó fényességével ragyogna, tehát az azért mindenki számára észrevehető lenne, de mondjuk olyan hatásai nem lennének, ami mondjuk a földi életet bármilyen szempontból veszélyeztetné, tehát se olyan nagy energiasugárzás, vagy bármilyen nem érné el a földet, ami ezt a veszélyt növelné. Az, hogy ilyen a múltban mennyire volt, vagy esetleg a jövőben mennyire lehet, az nyilván nyitott kérdés, erre vannak különböző vizsgálatok, még a merészebb vizsgálatok néhány kihalási eseményt, nagy földi kihalási eseményt is korábban felrobbant szupernova robbanás, szupernovákhoz kötnek. Ezek azért az én szerint, vagy az én saját véleményem szerint ezek részben azért még spekulatívak, tehát nagyon egyértelmű kapcsolat nincs. Olyan bizonyítékok vannak egyébként, hogy bizonyos földtani rétegekben meg lehet figyelni nagyon ritka elemeknek a hirtelen feldúsulását, tehát ilyen izotópoknak a hirtelen feldúsulását, még alumínium izotópoknak, amik egyszerűen szinte csak és kizárólag szupernovákba jöhetnek létre a jelenleg ismereteink szerint. Tehát ez szinte biztos, hogy a múltban azért többször lehetett ilyen esemény. Most, ha így körülnézünk, akkor ilyen úgymond földre veszélyes szupernova jelöltet nem látunk. Az biztos, hogy annak, hogy legalább a mi tejút rendszerünkben robbanjon már végre fel egy szupernova, annak minden szupernova kutató végtelen örülne. Bármilyen szerencsénk van, hogy ezt egymás köztén belső poénként szoktuk mondani, biztos, hogy csak a déli féltekéről lenne megfigyelhető. Tehát üsse kánya, hogyha legalább már ott lenne, az is jobb lenne, mint a semmi. Végül is oda elrepülni nem 100 000 év, úgyhogy, és a szupernovák egy ideig azért világítanak, ha jól tudom. Jó, na van-e még másik kérdés? Nekem lenne egy, hogy az időskála, mert ugye itt egy robbanásról van szó. Uh-huh. Az ősrobbanásnál ott nagyon pici tartamokban jelentős változások vannak, hogy itt nálatok, itt a szupernova robbanások mennyire van úgymond időben felbontva a folyamat, meg mennyire új infókat hoz ez? Igen, tehát az egy nagyon nagy kihívás, és a most bemutatott, menje vissza, tekerek oda. Tehát például ezeknek az egy-két éve indult nagy felmérő programoknak egy nagyon komoly célkitűzése, hogy ezt a kezdeti időskálát, ezt minél jobban vissza lehessen szorítani a idézőben robbanás pillanatára. Ugye ezt mindenképp tudni kell, hogy abban a pillanatban, tehát ahogy megtörténik mondjuk egy termonukleáris robbanás, vagy egy ilyen magösszeomlás, ott tényleg mondjuk a folyamatok azok nagyon rövidek, tehát ilyen másodperc szintek. Az nyilván nem az ősrobbanásnak a modell, ez más, ez nem is, igazán nem is jó szóhasználat robbanásnak hívni, hogy semmilyen nem zajlott le valószínűleg, de az időskálák azok itt azért sokkal hosszabbak, tehát ez a néhány másodperc, néhány perc, az sokkal hosszabb. Egyáltalán viszont az, hogy a fotonok maguk, amik keletkeznek, kiussanak ebből az először még azért nagyon sűrű, éppen ledobódó csillagburokból, azért az már órás időskála, egy-két óra általában. Tehát ha fizikai időben nézzük, akkor annyi, azt nem tudjuk nagyon áthidalni. Ugye egy ilyen forrás van, ami idézőjelben megelőzi a fotonokat, azok a neutrinók. Ugye az 1987 a szupernovánál, ami idézőjelben tényleg a kozmikus szomszédságunkban egy mindössze gyorsan hülyeséget mondani, tehát a millió fényévekhez képest, amire általában a galaxisok vannak, ilyen 100 000 fényéves, vagy 10 000, hát igen, 100 000 fényéves távolságú történt, az
volt, tehát detektáltok neutrinókat az akkor éppen nemrég megépült neutrinó detektorokban. Az, hogy konkrétan általában mi történt, tehát általában azért ilyen kisebb programokkal egy-két nap, mire észreveszik a szupernovákat, ha csak nem valami nagyon véletlen folyamat történik, és pont az a galaxis éppen vizsgálva van. De itt ezekkel a nagy léptékű égbolt felmérésekkel azt reméljük, hogy ez tényleg lerövidíthető néhány órás időtartamra, és akkor ez nagyon fontos lenne. Voltak még olyan eredmények, például a Kepler űrtávcsőnek, ami egy egyáltalán nem szupernova orientáltságú eszköz volt, hanem az, alapvetően azzal exobolygókat kerestek, más csillagok körül, illetve csillagok fényváltozását vizsgálták. Viszont mivel az folyamatosan egyetlen égterületet nézett, egy relatíve nagyobb égterületet, ezért volt néhány olyan szupernova, ami abban az időszakban azon a területen robbant föl, látszólag, látszó irányban, és azokról nagyon-nagyon szép fénygörbék születtek. Hát mondjuk az egy nagyon kicsi távcső volt a földi nagy távcsőekhez képest, meg fotometriai rendszer tekintetében sem volt olyan megbízható ebből a szempontból, de például ott nagyon jól lehetett látni ilyen szép felfutásokat, ilyen kvázi majdnem ilyen félórás vagy perces mintavételezéssel. Ez azért még ma ritka. Tehát most tényleg a következő lépés, a következő pár évben a lépés, hogy ezt a régiót itt, ami a ténylegesen az első néhány órában fölbukkanásra kerülő szupernovákat jelenti, azt sikerüljön valahogy betölteni. És egyébként az integrációs idő az mennyi itt a mérőműszer? Tehát tök milyen idő, mennyi ideig? Ez nagyon sok mindentől függ, ugye nyilván az eszköz méretétől, a detektornak az érzékenységtől, a hullámos tartománytól. Klasszikusan mondjuk a saját eszközeinkre nézve, hogyha mondjuk egy éppen még felfényesedő, vagy egy ilyen maximum fényesség körű szakaszban lévő szupernovát nézünk, mondjuk egy ilyen átlagos távolságban lévőt, akkor néhány percekről beszélünk, tehát tudom én, egy és három, vagy egy és öt perc között. Nyilván általában az a stratégia is működhet, hogy akár több rövidebb expozíciót csinálunk, hogy azoknak a összekombinálása egy jobb jelperzajt is eredményezhet akár, tehát adott esetben ilyen dolog is van. Viszont mondjuk a spektroszkópiáról beszélünk, ott ugye hirtelen egy nagyságrenddel legalább megnéz az időtartam, hiszen ott ugye nagyon keskeny, és ugye sokkal kevesebb fotont engedünk be időegység alatt, és hiába ott azért jóval nagyobb tárcsőek is vannak, tehát egy ilyen már mondjuk halványodóban lévő szupernovának egy ilyen óriási 8-10 méteres tárcsővel is, mondjuk egy színkét felvétel, ez azért akár egy-két óra expozíciós idő is kellhet. Aha. Köszi. Bocs, Tamás, ezt lehet, hogy félreértettem, de a neutrino az miért előzi meg a fotont? Vagy lehet, hogy teljesen félreértettem? Nem, ezt abszolút jól értetted. Azért, mert a neutrinók az áthatolási képessége az hát nem végtelen, de nagyon nagy. És az első órában mondjuk nagyságrendileg egyszerűen az a ledobódó csillagburok még túl sűrű ahhoz, hogy a fotonok kiussanak. Oké. Köszi. Szívesen. Tehát nem gyorsabb olyan, mint a fény, csak hamarabb. Hamarabb szabadul. Belőle. Igen. Jó, köszönjük szépen. Hát jól, nem is tudom, definiáltad a magas színvonalat a szemináriumokhoz, ez egy nyitó előadás volt, jó lenne egy folytatódna. Úgyhogy a mindenféle csoportvezetőket nagyon bátorítanám, mert olyan sok klassz dolog folyik itt. Én most például véletlenül láttam 3D nyomtatásos intézetnyílásról információt, amit nem is tudtam, hogy ilyen van. Csak sejtem, hogy lehet hozzá akár a tanszéknek is köze. Úgyhogy ha van másik jelölt, aki csoportot szeretne bemutatni, akkor azt nagyon megköszönjük, meg majd lesznek a munkabeszámoló. És akkor reménykedjünk, hogy a csillagászok nem csak ennyiben gondolkodtak, hanem lesz folytatás, mert sokan vagytok és hiperaktívak. Igyekszik. Akár. Akkor köszönöm szépen még egyszer mindenki nevében. Köszönöm én is.